Nos, szóval a valódi naprendszerben egy valódi űrutazás azért, látjátok, nem is volt olyan nehéz. Csupán csak tudni kell azokat az adatokat, hogy mekkora delta V mennyiségre van szükségünk ahhoz, hogy pályára álljunk. Azért elsőre nekem is okozott egy kis gondot, hiszen már régen foglalkoztam ezzel, kicsit utána kellett olvasnom, de azért, mint láttátok, nem volt olyan nehéz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok!